Tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, mindenek előtt nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy olyan helyen lehetek, ahol olvastam itt a felvetén, egy olyan városban, ahol közadakodásból egy Stanley zongorát hoztak létre. Én úgy gondolom, hogy ez önmagában jelképezi mindazt, amiről polgármester úr beszél, miként lehet munkával előre jutni. Tehát egy olyan város, ahol a polgárok saját pénzük és saját munkájuk gyümölcsét rakják ahhoz, hogy a közösségnek legyen egy zongorája. Én úgy gondolom, az önmagában szimbolikus, és jelzi azt, hogy milyen irányba szeretne haladni az ország. És amikor jöttem fel a lépcsőn, akkor összefutottam még új hartyániakkal, akiket külön köszönteném, mert az mégiscsak kicsit távolabb van még a várostól. Az a kezdeni, hogy alapvetően egyetértek mindazzal, amit előbb elhangzott, különösen ami 2014-es választásnak a tétje, és valóban mi gondolom, hogy ez egy sorsfordító választás. Lehetővé válik, hogy egy kormánypárt tovább tudja vinni mindazt a politikát, amit elkezdett, és valóban eljusson oda, hogy annak a gyümölcseit is már látni lehessen. Én jó magam 2000. január 1-től 2002 választásokig a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára voltam, akkor a gazdasági minisztert úgy hívták, hogy Matolcsy György, és amikor 2010-ben a választás után Matolcsy György azt mondta, hogy próbáljuk meg újra együtt, akkor én igen, mondtam. Én nagyon is emlékszem arra a 2002-es időszakra, de szerintem vagyunk jó néhányan, akik emlékeznek erre, és arra is emlékeznek, hogy valóban hogy tört ketté egy lendület, hogy vesztettünk el 8 esztendőt. 8 esztendő rettentő sok egyébként az ember életébe, ország életébe is nagyon sok. Nagyon sokszor megkapom egyébként a parlamentben azt a kérdést, hogy ugyan látszanak már a gazdasági növekedés eredményei, látszik az, hogy kezdünk kilábalni a gazdasági válságból, ebben az esztendőben még nagyobb gazdasági növekedés lesz, ugye tavaly 1% körüli gazdasági növekedéssel számoltunk. Ebben az esztendőben van olyan elemző, aki már 2% fölötti gazdasági növekedést is mutat, de például mondjuk Szlovákia vagy Lengyelországgal összehasonlítva ez nem. A válaszom a parlamentben mindig nagyon egyszerű. Nekik nem volt az a 8 évük. Nekik nem volt például Gyurcsány Ferenc miniszterük, vagy miniszterelnökük. Máskor nem volt egy olyan kormány, amely teljesen tönkretette volna az országot. Úgyhogy szerintem nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy mit jelent 2014-es választások tétje, és erre még kitérnék később is. És nagyon fontos, abban a tekintetben, amit polgármester úr is említett, hogy van egy lendület, már látszanak sok esetben az eredmények, és a tét igazából az, hogy sikerül ezt tovább vinni, vagy újra azzal számolhatunk, hogy ezt megtörik. És mindaz, ami nagyon sokszor a közbeszédben is megtalálható, de akár az életünkben is, például a rezsi csökkentésének a stratégiai politikája, hát az ellenzéki körökből ezt elég szorgalmasan támadják, többfajta lépésből. És hozzátenném, hogy a kormány az egy tartós és fenntartható rezsi csökkentésben gondolkodik, amelyik három alapvető pillérre épül. Az egyik az energia áraknak a csökkenése, a másik fontos pillér az energia hatékonysági beruházásoknak az elősegítése, a harmadik pillére pedig az energiaszolgáltató szabályozási környezetének megteremtése. Ugye ebből az első pillér látszik, az, amit ember állít a számlára, abban a pillanatban látható, hogy teszem azt a gáz vagy a villanynak az ára, az miként csökkent az elmúlt időszakban. Ugye e héten, pénteken a frakció ülés dönthet ennek a harmadik lépcső fokáról. Január 1-én történt egy 10%-os energia árcsökkenés, novemberben egy 11,1%-os, valószínű sokkal könnyebb megegyezni, de ez pontosan ki volt számolva a 11,1%-os csökkenés. Közben volt még más közműtételeknek az árcsökkenés. Ez az, ami látható a folyamatból. Azért hozzátenném, hogy az összességében 240 milliárd forintot
hagyott a lakosságnál. Ez nyilvánvalóan háztartásnál különböző szinten jelentkezett. Úgy látjuk, hogy ez körülbelül ilyen 100 és 150-200 háztartás nagysága, lakás nagyságától függő ennek mértéke. De minden esetre egy nagyon jelentős tételt jelent. És ha valaki figyeli egy picit ennek egyéb áttételes gazdasági hatásán, akkor az látható az is, hogy ennek nagyon jelentős hatás van magán az inflációra is. Ugye a legutolsó inflációs adat az december végén, 2013. decemberre összevetve 2012. decemberével az 0,4%-os infláció. Gyakorlatilag majdnem nem létező infláció. Az egész évre, tehát 2013. január 1-től december 31-ig 1,7%-os. Ha körülnézek, vannak itt a teremben néhányan, akik még a 90-es években is látták az inflációt, amikor 28%-os infláció volt. Hogy söpörte el a 28%-ra, akkor szocialista kormány volt egyébként, ha megemlékeznek a Horn kormány, hogy söpörte el a 28%-os infláció az emberek megtakarítását. Most a rezsicsökkentéssel sikerült elérni, hogy rekord infláció van Magyarországon, 40, vagy úgy tudom, 43 éve nem volt ilyen alacsony az infláció, mint a mostani időszakban. És ennek egyik oka egyébként az energia áraknak a nagyon jelentős csökkenése. És ha hozzátenném, hogy a másik oldalról pedig az év elején, ha valaki végignézi, milyen bérnövekedés volt, ez egyértelműen a reál bérek növekedéséhez vezet, de csak egyetlen egy szám talán ez még jobban mutatja. Ha azt nézzük, hogy az erős rezsicsökkentésnek egyik következménye, hogy a tavalyi évben az infláció 1,7%, és január 1-én pedig 5,4%-kal növekedtek a nyugdíjak, akkor szerintem ebből könnyű megfejteni, hogy a nyugdíjaknak az értéke is növekedett ebben az időszakban. Tehát többről szól a történet, mint hogy számlára ránézve alacsonyabb az ár, ennek más áttételes gazdasági hatása is jelentőse. A második pillér, ami már a fenntarthatóság felé vezet, nyilvánvaló, az a jó, hogyha ezt tartósan fel tudjuk tartani, és ehhez energiahatékonysági beruházásokra, fejlesztésekre van szükség. Mindenki ismeri a lakásoknak a szigetelésének, nyílászáró cseréje, mindez ehhez hozzájárulhat. Eddig is támogattuk egyébként ezt komoly forrásokkal. 2010 óta, egészen 2013-ig 55 ezer családi háznak a felújítását segítette elő különböző támogatási konstrukció, és ehhez kapcsolódóan még egy olyan 220 ezer lakásnak a energiahatékony beruházását. Nekem az a szerencse, megtiszteltetés, néha elég sok probléma adódik bele, de jutott, hogy a 2014 és 20 között Magyarországra érkező uniós források felhasználását koordináljam, amit el lehet képzelni, hogy mindenki mindig panaszkodik, minden tárcának kellene pénz. De azért ebben a hősi küzdelemben sikerült 700, azaz 700 milliárd forintot biztosítani energiahatékonysági beruházásokra. Ez jelenti az önkormányzati épületeket érintő beruházásokat, lakossági, állami épületek beruházásait, vállalkozásoknál, tehát ez viszonylag széles terület. Én úgy gondolom, hogy ezzel azért el lehet érni, hogy tömegével lehessen lakásokat energiahatékonyan felújítani, ami azért tovább erősíti azt, hogy valóban, ha már csökkent a rezsi, akkor az tartósan csökkenthető legyen. És hát a harmadik lépés ebben a politikában, és ez a parlamentnek a feladata, egy olyan közműszabályozási törvénynek a létrehozása, amelyik az energiaszolgáltatókat szabályozza, alapvetően az energiaszolgáltatóknál keletkező profitot fordassák vissza igen a tevékenységre, és a bővítése, tehát ennek a szabályozása, ami itt előtérbe kerül. Egy fél szóval, mert tudom, hogy múlt héten ez volt talán az egyik sláger téma, én úgy gondolom, hogy maga Paks a kérdése is ide tartozik, egy tartós rezsicsökkentésnek az eléréséhez.
Elég furcsán, mert tettem egyik újságban címsorként szerepelt az, hogy, hogy a paksi beruházásnak a hitel szerződése, ami egyébként még nincs itt részleteiben, nagyon sok tárgyalatú van, az körülbelül olyan nagyságú, mint az IMF hitel. Sőt, van volt ilyen, hogy újságnak második IMF hitel, és így szokták ezt írni. Az első mondat az, hogy nagyságrendjében ez a beruházási hitel, amit az oroszok nyújtanának, az megegyezik az IMF hitellel, pont. Ennyi a hasonlóság a kettő között, pont, több nincs, és akkor folytatja tovább. De azért a cím az ez volt, ugye ezt így kell írni. Tehát az első mondatban közli, hogy a nagyságrendben ez a 3000 milliárd forint, ez közel annyi, és utána hozza a különbséget, és az első lényeges különbség, amit szeretném majd felhívni figyelmet. Ugye azért ez másoló, hogy van egy kormány, amely csődbe vezeti az országot, amely 2008-ban képtelen kifizetni a számláját. Tehát képtelen, nincs senki a világon, aki fizette volna a Gyurcsány kormány 2008-ban. Tehát nem tudták eladni az állampapírokat. Ezért aztán az utolsó menedékként az IMF-hez fordultak. Az IMF-től kértek segítséget. És azt összevetni azzal, hogy Magyarország épít valamit. Eddig van 4 blokk, jön mellé még 2 blokk. Ott van, megfogható, működik majd, hogyha elépíti. És ezt hitelből teszi, ez úgy van, hogy a teljes badarság. Ez egyik, ugye arról szól, és arról szólt az IMF hitelfelvétel, hogy csődbe vitt ország nem tudta magát finanszírozni. A másik meg arról, hogy fejlesztünk valamit, aminek lesz majd eredménye, az működik, az majd olcsó áramat termel, és ehhez fejlesztési hitel vesz fel az ország majd, ha megtörténik ennek minden pontos lépése. És úgy gondolom, azért ez is része egyébként az olcsó energiának, illetve a fenntartható energia rendszernek. És talán még egy mondatot a szabad a Pakshoz hozzátenni, tudván, hogy mindenfajta viták vannak most a magyar közéletben, meg különböző pártok itt fajta akciókat próbálnak tenni ezzel. Valamit azért tisztán kellene látni. Tehát ahhoz, hogy a magyar ipar, és most az iparról beszélni, versenyképes maradjon, és versenyképes legyen, ahhoz elengedhetetlen az olcsó energiához való hozzáférés. Kicsit körbe kell nézni a világon. Ugye Amerikában a palagázzal amerikaiak most nagyon-nagyon olcsón jutnak energiához, és az amerikai iparban már most látszik egyébként. Európában ilyen furcsa energia szabályzás van, maradjunk abban a furcsa jelzőt, talán a legjobb erre, mondhatnék más jelzőt is, de ugye hát különböző, tehát az európai energiapolitika az alternatív energiahordozókat támogatja, tehát szél, víz és így tovább, napenergia, ami az a probléma, hogy akkor van, amikor süt a nap és amikor fúj a szél. Iparnak meg úgy általában megvan, hogy mi az energia igénye. Így aztán olyan furcsa szabályozást alakítanak ki, hogy ezek az energiahordozók akkor élnek meg, hogyha ezt külön támogatásba részesítik. Gondolom, hogy ez önmagáért beszél, és hozzátenném egyébként, hogy Európában az energiaárakat éppen ezek a külön támogatások is megemelik. Tehát mindezt összevetve, és a magyar gazdaság és a magyar ipar versenyképessége, vagy ha szabad így kifejezni, már pusztán a munkahelyek megőrzése érdekében és a bővítése érdekében szükséges ez. Nagyon jó volt, jól látható volt egyébként Kecskeméten, az nagyon jó van a Mercedes nyelv, de annak azért hirtelen nagyon sok elektromos áram igénye lett, és mit jelentett ez az ország energiaellátása, ennek előteremtése. Most ha azt mondanánk, hogy szeretnénk, még nem tudom, valami hárombetűs német autógyárt ide, egy németbetűs is, vagy bármit, vagy továbbiakat, akkor azért nyilvánvalóan az országnak erre fel kell készülni. Nagyon sokan kérdezik, hogy miért most van a rezsicsökkentés. Miért nem korábban? Én úgy gondolom, a válaszhoz vissza kell menni picit korábbi időszakra, 2010-ig vissza kell mennünk. Azért nem most, mert most tudjuk meglépni. Eddig sajnos más dolgunk volt. 2010-ben örököltünk egy olyan helyzetet, amit elég nehéz leírni. Mindig szoktam mondani, hogy nem gondoltuk, hogy ez ennyire nehéz ez a helyzet. Szokták ezt összehasonlítani különböző dél-európai országokban. Ugye ez ilyen futóvíz kormányváltáskor, hogy a pénzügyminiszter bemegy a szobába kormányváltáskor,
és akkor odaírják a kasszánál, hogy hát üres a kassa, nem marad benne pénz. Nálunk meg az olyan cédula volt, hogy üres a kassa, és még jól el is vagyunk adósodva. Ennyivel volt bővítve. Tehát nem csak az volt, hogy üres kassa van, hogy nem marad pénz, hanem még itt van néhány adós levél, ezt is tessék rendezni. Ugye valaki látta az IMF hiteltörlesztés visszafizetését, ezt egyetlen dolgot sikerült abban jól megtenni, 2008-ban felveszik, és valahogy úgy kialakítani, hogy 2012-ben és 2013-ban kell visszafizetni annak nagy részét. Nem 90-ben, nem 10-ben, még 10-ben sem, nem, az tényleg 2010-ben. Az egy beépített bomba ott volt, hogy hát ha jönnek, akkor jönnek, és hát majd megoldják a fiúk, hogyha tudják. Nagyon sok ilyen volt. Magyarán az elmúlt 2-3 esztendőben gyakorlatilag a legfontosabb kihívás az volt, hogy rendbe tegyük az államnak a pénzügyét. Ez jelentette, hogy az állam háztartási hiánynak a csökkentését 3% alá stabilan, tartósan tudjuk 3% alatt tartani. Tavalyi esztendőben 2,7%-os hiány lesz. Mert nagyon sokszor megfogom a parlamentben azt is egy tőlem ugyan szemben ez a balra, de amúgy jobbra lévő párt egyik képviselője mondta, hogy hát miért vagyok van büszke 3% alatt a hiányra, a 3%-os hiány nem lehet megenni. Mondom, ez így igaz, nem lehet megenni, de ahhoz, hogy jobban lehessen enni, többet, hasonló, ahhoz először nem meg kell rakni a pénzügyeket. Minden család is így van, először rakjuk rendbe a pénzügyeinket, és utána lehet sok minden más lépni. Ugye ugyanez vonatkozik az adósságra is, az adósság is most már egy csökkenő pályán van. Én tudom, hogy mindenfajta számokat fognak majd látni itt, hogy így meg úgy növelték az adósságot. Az adósságot azt mindig a bruttó hazai termékhez viszonyítva célszerű nézni. Ez 85%-on állt egyébként 2010 nyarán, most ilyen 79%-ra csökkent. De szerintem nagyon egyszerűen látható, hogy nem mindegy, hogyha valakinek nem tudom, havi 80 000 forint a törlesztése, és ez egy 150 000 forintos keresetből teszi, vagy éppen 500 000-ből, nem? Arányok mágban nézve, az már egy sokkal könnyebb történet. Tehát itt ennek a csökkenése, az mindig ennek arányába célszerű nézni. Tudom, hogy elhangzik majd, hogy a 20 000-ről 22 000-re növekedett, csak éppen képesek voltunk arra is, hogy a GDP is növekedjen, amire ők nem voltak képesek 2009-ben. Tehát azért most került előtérbe a rezsinek a csökkentése, ez a politika, mert hogy eddig azzal voltunk elfoglalva, hogy rendbe tegyük a dolgokat, magyarán azzal, hogy eltakarítsuk mindazokat a romokat, amiket örökölt a kormány, hatástalanítsuk sorra azokat a bombákat, itt már volt szó a deviza hitelezésnek a kérdéséről és más területnél. Tehát mind az adósság, mind pedig a költségvetés területén valóban stabil viszonyokat tudjunk teremteni. Miért a rezsit csökkentjük? Miért nem az áfát? Kérdezik nagyon gyakran kérdésként. Hát itt meg vissza kell menni picit a 1990-es évek közepéig, mert hogy addig köztulajdonban voltak ezek az energia szolgáltatók, és akkor láss csodát, a 90-es évek közepén, akkor egyébként Borg Gyula volt a kormányfő, akkor ezeket privatizálták. Miért privatizálta? Azért, mert akkor is egy szocialista kormány volt, amelyik egyébként, de egyébként ez örökön így csinálják, amelyik különfajta osztogatásokkal hervelt a pénzt, és képtelen volt tartani az államháztartás ügyeit, magas volt az államháztartási hiány és az adósság, és ekkor, ugye, ha még emlékeznek rá, Bokros Lajos pénzügyminisztersége idején, aztán valahogy megpróbálta ezt rendbe tenni. Ennek egyik lépése volt a már korábban említett 28%-os infláció, mert szocialisták képesek ilyenre. Ez volt az egyik, hogy elinflálni az adósságot. A másik lépés pedig a közműszolgáltatások privatizációja. Akkor adják el ezeket az energiaszolgáltatókat, közműszolgáltatókat, eladják beígérve egyébként éves 8%-os profitot hosszú időre. Így egyébként, ha van a teremben vállalkozó, már ki szívesen vállalkozó, nem? Tehát, hogy épp 8%-ot azt úgy megígérik, és akkor valahogy úgy el vagyunk. Na hát, így működtek ők,
és így jutunk el arra, hogy egy olyan közműszolgáltatási és energiaszolgáltatási ágazat jött létre Magyarországon, ami viszonylag kevés szereplőből áll, szinte garantált profittal, és azokkal a többlet nyereségekkel. Nem történik más egyébként a rezsicsökkentésnél, mint ezeket nyesi vissza a kormányzat. Tehát ez a tere a rezsicsökkentésnek, és ez az a politika, ami ehhez vezetett. Most úgy gondolom, hogyha kérdésként felvetődött 2014-nek és a választásnak a tétje, nyilvánvalóan egyik tétje, hogy vihetjük-e tovább ezt a politikát, meg lehet elérni a harmadik lépést, valóban még az energiahatékony beruházásokkal, közműszabályzásokkal tartósá lehet-e tenni a rezsi csökkentést, még egyszerűen fogalmazva a lakossági terheknek a csökkentése. De való igaz, hogy ennél azért még több és másabb súlya is van a 2014-es választásnak, ami talán jól jelez az, amit polgármester úr is említett, ugye itt néhányan felkapták ezt a lét, vagy a létcsoport kapta fel a feltétel nélküli alapjövedelmet, amit FNA-nak is rövidítenek, feltétel nélküli alapjövedelem, tehát alapi jogon mindenkinek járjon havi, nem tudom, 50 ezer forintnyi jövedelem. Ugye arról sem is beszélve, hogy az alapkérdés rossz. Tehát én úgy tudom, hogy mi adófizetők tartjuk el az államot, és nem az állam tart el minket. Nem? Tehát mi polgárok képesek vagyunk egy zongorát vásárolni. Nem? Mi adófizetők tartjuk el az államot, és kételezzük, hogy az állam jól használja fel ezt a pénzt. De nem az van, hogy az állam tart el minket. Ugye valami teljesen fals. Én értem, hogy ez egy régi szocialista logika. Valami olyasmi egyébként, ami mindig is a szocialista gondolkodás alapja volt, hogyha valaki figyel egy picit ennek az egésznek a történetét, tehát ez a feltétel nélküli alapjövedelemnek a vitája, most már úgy kezd egy kicsit elülni. De amikor elkezdődött ezelőtt egy héten, akkor tudósok, bankárok is úgy komolyan kiálltak mellé, és hát akkor érthető is, mert ugye miről szól? Hát ez majdnem szó szerint szavazz rám, és én odaadom neked más emberek pénzét. Nem erről szól? Nem? Na de hát ez nagyon durva így mondani, hát hogy mondjuk ezt? Hát, ne, hát hívjunk meg tudósokat, különböző csapatok, vagy a létnevű csapat, száz oldalba kifejti, hogy pontosan milyen vitatkozzunk róla. Hát ez annyira durva így kimondani, tehát mindig ez az alapszocialista politika egyébként. Na most ugye az történt, hogy mindez az alap ötlet Magyarországon is meghalt, legalábbis remélem, és úgy néz ki, hogy Európában is, ez egy európai kezdeményezés volt, minden országnak meg volt, hogy mennyi szavazatot kellett volna összegyűjteni hozzá. Hát összesen össze kellett volna gyűjteni hozzá 1 millió szavazatot Európában. Magyarországon leosztva 16 ezer szavazat lett volna, és 14 ezer szavazatnyi volt is rá. Összesen összejött Európában ilyen 300 ezer szavazat. És a legjobb, ami nekem nagyon tetszett, amikor az a szervezet, amelyik ezt az akciót tervezte, tehát adjunk pénzt az embereknek csak úgy, ősi szocialista logika egyébként, az a szervezet ugye arra panaszkodott, hogy hát igen, egy évünk volt arra, hogy ezt összehozzuk, de hát a honlapot, amely működtettük volna ugye az interneten, az 3 hónapig nem tudtuk összehozni, meg nem működött jól. Hát ezért gondoljunk be, hogy egy honlap elkészítése ez munka. Kell rajta 2 hétig, attól függ, hogy milyen. És akkor találjunk valakit, aki dolgozik 2 hétig valamin, amin azt hirdetjük, hogy ingyen lehet kapni valamit. Hát nem is tudálkozom, hogy nem jött össze, és nem volt ember, aki ezt megcsinálta volna. De függetlenül attól, hogy ez most elhalt, ez a gondolat, ez mindig is bent volt a szocialista gondolkodásban. Valakitől elveszek valamit, aztán odaadom valaki másnak. Ez a szocialista politika alapja. Én úgy gondolom, és a kormány politikájának is mindig ez volt a sarokköve. A jólét az nem valami olyasmi, hogy ott áll és arra vár, hogy jön majd valaki és majd elosztja. Főszereplés akkor kinek-kinek ad. Azért minden nap meg kell dolgozni. Én teljesen egyetértek azzal, amit a legelején elhangzott. Igen, azért minden nap meg kell küzdeni, és úgy lehet lépésről lépésre előre jutni.
Én a parlamentben nagyon sokat vitatkozom a mögöttem ülőkkel, hogy olyan mindenfajta színű szocialisták vannak, zöld szocialisták, meg teljesen nemzeti, ilyen, teljesen internacionalista szocialisták, de különböző színűek vannak ott. De mindenki például most ugye azon törje fejét, hogy hogy lehetne még egy adókulcsot beilleszteni, mondjuk a személyi jövedelem adóban, egy magasabbat, hogy úgymond, na, akkor adóztassuk meg a csúnya gazdagokat, és akkor abból adunk a szegényeknek. Bármilyen számítást végeznek, ezt csak úgy tudják megtenni, hogyha már az átlag jövedelemnél is egyébként bevezetnek egy adókulcsot. Mert bármennyire nézzük is, az a nagyon gazdagot, ha megadóztatjuk, abból sem össze annyi, hogy érdemileg lehessen a kevésbé tehetősek számára nagyobb emelést tenni. Az csak úgy lehet, hogyha az egész ország és az egész gazdaság előre, és mindenki lépik egyet előre, úgy lehet előre jutni. Én többször megkérdeztem a szocialistáktól, hogy ugyan mondják már meg, hogy hol szeretnének még egy adókulcsot. Szerintem sehol nem írták le. Nem is merik leírni, mert ugye akkor be kellene vallani azt, amit egyébként ilyen-olyan elszólt mondásokból, még Bajnai szokott erről talán úgy többet beszélni, azért az látható, hogy már ilyen átlag jövedelemnél behoznának még egy adó kulcsot nagyon erősen. Mondhatnám azt is, hogy most, amikor végre jutottunk oda, hogy pedagógus pálya és pedagógus bérrendezést tudtunk elindítani, akkor körülbelül egy behozott másik kulcsot mindenestől a pedagógusok számára ezt elmosnak. Mert ott is azért az idő előre haladtával van olyan magas bér. És valószínű ez az igazi tétje 2014-nek, hogy tovább tudunk-e menni egy olyan politika mentén, és olyan világot felépíteni, ahol valóban tehetséggel, munkával, szorgalommal lehessen előre jutni. Egyébként hozzátenném, hogy erre vártunk 2002 idején is már, de igazából 1990 óta. Arra várt az ország szerintem 90 óta, hogy olyan világ jön, ahol munkával, szorgalommal, tehetséggel lehessen előre lépni. Aztán sok minden történt, ugye volt egy összeomlott szocialista gazdaság, akkor lett egy átalakuló gazdaság, privatizáció, kizöldőkérkedése, sok-sok gazdasági átalakulás, kisebb-nagyobb gazdasági válságok. Úgy gondolom, hogy most vagyunk ott, amikor már sikerült lembetenni az ország ügyeit. Nagyon-nagyon sok reform lépés történt az elmúlt időszakban, és eljutottunk oda, hogy egy olyan országot tudunk felépíteni, ahol tehetséggel, szorgalommal, tudással lehessen előre jutni. Én nem hiszem, hogy mindenki, mindig, minden egyes lépésünkkel, amit tettünk az elmúlt 3,5 évben egyetért. Lehet, hogy vannak olyan nok, ilyenek is vannak kérdőjeleim, amivel nem mindig minden esetben ért egyet az ember, de azt hiszem, hogy a magával az irányban, hogy munkából lehessen megélni ebben az országban, munkával lehessen előre jutni, és az állam ne büntesse azt, aki dolgozik, a családokat pedig lehetőség szerint segítse. Például mondjuk az ezévi családi adó kedvezmény bővítés is ebben az irányba mutat. Tehát, hogy ahol tudunk, ott próbáljuk meg segíteni az embereket. Ha ez a rezsi csökkentés jelenti, akkor azzal a lépéssel. Ha ez a családi adókedvezmény, hát azért ugye a tavalyi esztendőben 170 milliárd forint maradt a családi adókedvezmény következtében a gyermekeket nevelő családoknál. Ugye mondhatnám azt, hogy nekem már nagyon fiam van, akkor most nekem már nem jut, de én tudom, hogy így van, nekik, ők részesüljenek ilyen kedvezménybe. Tehát, hogy olyan világ tele haladunk, ahol tudással, szorgalommal és munkával lehet előre jutni. A miniszterelnök úr nagyon gyakran használja a munka alapú társadalmat. Én szívesebben használom még a teljesítményre épülő társadalom kifejezést. Kicsit bonyolultabb így maga a fogalom, de arra, hogy a nagyobb teljesítmény érje el szintalmát. Ugye a egykulcsos adó nem ad egy kulcs a baj, az az, amit helyenként érzünk, hogy a magas jövedelem és a nagyobb teljesítmény ez nem mindig párosul egymással. Szerintem mindenki tudna mondani olyat, hogy az életben lehet, hogy hát ilyen aztán mégisem ennyit keres, de erről aztán abszolút nem a adórendszer tehet. Ez az elmúlt, és most már nem 47 óta lévő világ.
Tehát sok-sok évtizedre rárakódik, és még elég hosszú idő az, mire valóban teljesítmény jövedelem ennek az összekapcsolása. De erről nem az adórendszer tehet, tehát az nem hibás ebben. Az adórendszer az nem bünteti azt, aki szorgalmasan, tehát aki többlettel próbál előre jutni. Én úgy gondolom, hogy az irány az, ami talán a legfontosabb. Ezt szeretnénk folytatni, ehhez kérjük a felhatalmazást, és talán még egy gondolat zárásként, nekem alkalmam volt, hogy említettem 2000. január 1-től 2002 akkori választásokig, akkori kormányban részt venni, és én nagyon jól emlékszem arra a törésre, ami akkor volt. Például a Széchenyi tervnek és én emlékszem arra is, amit Medgyessy későbbi miniszterelnök mondott, hogy hú, micsoda jó dolgok vannak, nő a gazdaság, ez mind megőrizzük. Na hát fél év alatt kivégezték a Széchenyi tervet, egy év alatt megszüntették ugye a kamat támogatásos lakáshitelt, és mivel az megszűnt, azért lépett be a devizahitel. Aztán utána 8 év múlva visszajöttünk, nagyon neki, és azzal találkoztunk, hogy itt hagytak egy ekkora nagy bombát, amiben most már ugyan 350 ezer család számára valamilyen segítséget tudtunk nyújtani, de azért a bombában vannak még ketyegő részei. De ez így történt. Tehát 2002-ben akkor azt ígérték, hogy hú, nagyon jó minden, államháztartás, meg ami csak kell, így rendben van, a jó dolgokat megőrizzük, azt a fejlesztési tervet, ami az országot előre vitte volna, azt fél év alatt megszüntették. Azt a lakáshitelezési rendszert, ami sok ember számára biztosítónak úgy lakás, hogy a forint alapon, tehát nem lehet volna kitéve ennek az egész történetnek, mint most benne vannak, azt szintén egy év alatt megszüntették. És még nagyon sok minden más. Nagyon sok olyat, ami akkor elindult fejlesztés, akkor derékba törtek. Ezt látom néha egyébként, ha az ember mondjuk akár Budapesten néz, ott is látható, hogy most a Várskert bazár épül, legutóbbiban arra jártam. Tehát elindultak ezek, és tovább is tudnánk vinni. Tudjuk, hova lehetne magát az országot eljuttatni, és úgy gondolom, hogy ezt a lendületet kellene megtartanunk. Hozzátenném, nem volt könnyű az átalakítás, nagyon nehéz volt. Ez valójában őszintén is nagyon sok terhet jelentett. Jelentett ezt terhet szerintem mindenkinek, és nem volt könnyű végigvinni. Mi azért elég sok pofont kaptunk, én emlékszem még 2012. január 1-ére, ugye akkor az új alkotmány jelenik meg, nemzeti banki törvény, és így tovább. Tehát azért ott volt egy olyan kemény három hónap, amikor nagyon sok támadásnak voltunk idéve, aztán ez változott egy picit. Ugye 2011-ben akkor is támadtak minket, csak akkor uniós tanácsi elnökség volt, és a tanácsi elnököt azért nem illik ennyire bántani, akkor egy picit visszafogottabb volt a világ. De 2012-ben azért elég sok nehéz időszakot sikerült tudni, de ezt is túléltük. És azért ma már látható, hogy a külföldi megítélésünk is fokozatosan változik. Részben azért, mert nagyon sok olyan dolgot vesznek át más országban, amit lehet, hogy mi találtunk ki először, vagy mi próbálkoztunk vele, vagy mi szaladtunk neki a falnak elő vele, de most már mások is megpróbálkoznak ezzel, például a bankok esetében, különböző illetékek kivetésénél, vagy más lépéseknél. De egyre többször hallani pozitív visszajelzést is abban a tekintetben, hogy jönnek az eredmények. Tehát a gazdasági számok azt mutatják, hogy az a politika, amit mi a gazdasági átalakításba végigvittük, ami arról szólt, hogy nem lehet az átalakítás terheit a lakosságra terhelni, keressük meg azokat a pontokat, akik jobban teherbíróak, ez sikerrel járt. Soha nem fogják mondani egyébként. Tehát én nem számítok soha az életbe arra, hogy valaha nemzetközi, vagy valaki kiáll és azt mondja, hogy na, ez volt jó, így kell csinálni, ez vagy jó voltatok film. Tehát ez soha az életben nem fogják mondani. Ezt lehet, hogy nagyon sokat kell rá várni, szerintem a két évtizedet biztos, akkor talán,
de hogy belátható időn belül ezt nem fogják mondani, de lehet, nem is kell. Tehát el vagyunk attól, hogy most agyon dicsérjenek minket ezért. Szerintem az a legfontosabb, hogy kijöttünk a gödörből, elvégeztük azt a nagyon nehéz feladat, amit mondtam, nem volt könnyű, és ezért szerintem köszönet jár mindenkinek. Tehát minden egyes magyar állampolgárnak köszönet jár ezért. Azért is, amit kaptunk segítséget, hogy végig tudjuk vinni, mert az sem volt teljesen könnyű. De most már ott tartjuk, hogy ez mögöttünk van. Tehát most fordultunk rá, körülbelül tavaly, ilyen nyár felé, ugye gazdasági számok is azt mutatják, hogy a év második felében már, tehát első felében kijöttünk a recesszióval, másodikban már növekedési pályán vagyunk. Tehát most vagyunk egy ilyen ráforduló időszakban, és én azzal tudom csak bátorítani önöket, amit polgármester úr is említett, segítsék azt, hogy ezt a munkát tovább lehessen vinni. Ha elindul egy repülőgép és kezd ilyen felszálló pályán menni, akkor hagyjuk, hogy szálljon fel teljesen, és hagyjuk, hogy valóban jusson fel olyan magasan, ahova minden magyar szeretné, hogy feljusson. Köszönöm.